Nem oly régen Czene Attila járt nálunk itt. Láttad a beszélgetést? Láttam, átküld, egyik barátom átküldte. Nem mindennel értek egyet, amit ő mondott. Az elején ott szóba került a Liliana és a műkörme, és ezt szeretném tisztázni, hogy soha nem ujjal érintjük meg így a falat, hanem tenyérrel. A sportközegnek ki kell most már dobni azokat a módszereket és morálokat, amik 20-30 évvel ezelőtt még megszokottak voltak. Tehát, hogy a mai világban szerintem már a közegnek ki kell vetni az olyan embereket, akik ezeket a régi módszereket tartják a követendőnek. A három igazság mai vendége nem más, mint Cseh László, sokszoros olimpiai ezüstérmes és sokszoros világ és Európa bajnok, úszó legenda, azt hiszem ez egy picit sem túlzás. Három igazság, Tominál a szabályismertetés. Igen, három boríték közül választhatsz majd, hogy milyen sorrendben haladjunk, és ebben vannak a mi kérdéseink, bizonyos igazságokra keressük majd a választ az életeddel kapcsolatban. Igen, minden boríték megválaszolására 7 percet fogunk neked adni, én nem is húznám, csak annyira, ja, hogy és még itt ott van a nálad. Te igazságod, mert ugye egy a ráadás a magyarok igazságában, de ez lesz majd a végén. Sárga, zöld vagy piros? Hú, nehéz kérdés. Kezdjük a zölddel esetleg. Zöld az Edinka borítékja, és akkor az ő kérdése. Na nézzük. Mi az igazság? Könnyebb ma az életed, mint aktív élsportolóként volt? Óra indul. Hát, igen, azt kell mondjam, persze, hogy könnyebb, hát sokkal szabadabb vagyok. Azt csinálok gyakorlatilag, amit szeretnék, nem kell az edzésekhez igazodni. Ilyen téren persze könnyebb az életem, egyéb téren meg hát egy picit úgy nehezebb, mert nincs mihez alkalmazkodnom. Nincs az, hogy tudom, hogy reggel edzésre kell menni, délután edzésre kell menni. És így azért néha kicsit úgy szétfolyhatnak a napok. Hogy... És szét is folynak? Annyira azért nem, tehát mindig van mit csinálni, tehát mindig van még olyan feladat, amit el kell végeznem, és így nincs olyan, hogy egy egész nap semmit ne kelljen csinálni, bár néha azért jó lenne. Te mindig arról voltál híres, hogy te előre tervezel, tudod a rendet, tudod a rendszert, tehát, sőt, valahogy az volt az érzésem, hogy te terv és rendszer nélkül létezni sem tudsz. Ez az úszodába igaz. Tehát, hogy ez az úszodára abszolút jellemző. De azon kívül én nem voltam ilyen rendpárti semmilyen téren se, úgyhogy komolyan persze. Tehát, hogy valahogy az úszodában én egy kicsit olyan más személyiség lettem. Vagy vagyok is. Tehát, hogy az a személyiség, aki a medencébe ugrott, az más, mint aki most a hétköznapi életét éli. Úgyhogy abszolút nem feltétlen jellemző most a rend az életemben, azért próbáljuk azért előre tervezni a napokat nagyjából, de nincsen semmi kőbe vésve. És amikor még toltad, hogy így mondjam, akkor csak azért, hogy el tudjuk képzelni, mert ugye nagyon sok szó esik mostanában az úszósportról, nem csak az eredmények okán, hogy akkor mi volt a rend? Tehát akkor ez mennyi munka volt? Hát gyakorlatilag napi 2 úszóedzés volt, annak idején reggel 3-6-tól fél 10-ig úsztunk. Hány éves korodban kezdtél el úszni? 4 és fél éves tehát akkor korod. Úgy képzeljük el, hogy te 4 és fél éves korod után. Nem, azért nem szab, nem. Tehát, hogy azért tehát a két edzések meg a reggeli edzések az jóval később jött be, szerintem ilyen, hát talán ilyen 6-os korom környékén kezdtem el reggel járni, de akkor még az akkori edzőm Plagány Zsolt mondta, hogy még nem kéne reggel járni, de azért én már úgy éreztem, hogy mindenképpen kell. Tehát reggel volt? Reggel 6-tól úsztunk szerintem, és akkor ez gyakorlatilag ilyen 6-os, 7-es koromtól kezdve, ez már így végjelen volt. És volt a második edzés? Igen, az délután ilyen 4-től kezdődött. És ez volt 6-tól 10-ig? Hát 3-6-tól fél 10-ig gyakorlatilag. Igen, egy ilyen torna, meg egy úszóedzés. Uh-huh. Utána elmentünk középiskolába. Ezt akartuk, hogy mikor jártál iskolába? Hát utána ilyen, azt hiszem, 4-11 körül csöngettek be a harmadik órára. Az első kettőről mindig hiányoztunk, és akkor délután meg 4-től 6-ig volt a következő edzés. És hát közte még ugye ebédelni kellett egy kicsit, meg hát valamennyit azért pihenni is, mert elég elfáradt. És ez minden nap? Tehát vagy heti hány nap? Heti, ez úgy volt, hogy hétfő, kedd, csütörtök, pénteken reggel is, meg délután is volt edzés, szerdán csak reggel volt egy edzés, és szombaton is csak délelőtt egy edzés, és akkor utána másfél hét, vagy másfél nap pihenő. Laci, pláne az élsporttal, ugye amikor azt mondjuk, hogy egy majd 4 órás edzés délelőtt, meg egy 2 órás edzés délután,
hát az nem pite. Tehát azok nem úgy van, hogy uszikálok 4 órát, hanem akkor... Hát nem, sajnos nem, igen. Tehát, hogy így az edzés keményebb is volt, mint mondjuk amennyit a teljesítőképességünk bizonyos pillanatokban bírt volna. Úgyhogy ez semmiképpen nem volt egyszerű, de valahogy azért élvezhető volt az, hogy sikerült egy nehéz edzés megcsinálni. Na most a kettő között ugye az élsportban általában enni és pihenni szoktak a sportolók. Mikor jutott idő a tanulásra? Nem nagyon jutott idő. Amikor bementünk, legalábbis én úgy jártam hozzá, hogy amikor ott voltam az iskolában, akkor próbáltam tényleg figyelni, bár nagyon sokszor volt, hogy elaludtam órán. Tehát, hogy azt, szó szerint? Szó szerint, persze. És a tanárok nagyon sokszor rendesek voltak, és nem ébresztettek fel. De próbáltam odafigyelni, és valamennyire azért tanulni. Igazából esténként, én úgy emlékszem, hogy vége volt 6-kor az edzésnek, hazaértünk 7 körül, megvacsoráztam, és akkor még utána próbáltam nagyjából úgy megtanulni. De hánykor keltél reggel? Hát reggel ilyen 3-5-kor. De igazából a tanulásra kapcsolatban azért arra emlékszem, hogy általában inkább születek előtt, meg a metrón utazva még az edzésről a suliig addig próbáltuk megtanulni, amit meg kellett. És most, hogy befejezted az élsportolói pályafutásodat több életre elegendő eredménnyel, most nem érzed ennek hiányát? Tehát annak, hogy mindent feláldoztál? Nem érzem úgy a hiányát, mert nagyon sokat is kaptam az úszástól, és ahhoz, hogy most egy kicsit szabadabb, lazább életet élhessek, azért az úszásnak ebben nagy szerepe volt. Próbálom én is megtalálni, hogy mi az, ami engem érdekel, meg mi az, ami fontos. Így nagyon jó, hogy tényleg szabadon tudunk mozogni, és bármit, bármikor meg tudunk tenni. Tehát, hogy néz ki most egy napod? Hát, felkezd 3-5-kor? Nem olyan fél hét körül kelek, legkésőbb az a 7 óra. Sajnos nem tudok sokáig aludni, pedig nagyon szeretnék. És hát utána megreggelizünk a feleségemmel. Ha esetleg van valami dolgom, akkor elmegyek otthonról, ha nem, akkor úgy otthon próbálok segíteni főzésbe, takarításba, rendrakásba. És a gondolataid hol járnak? Gondolataim? Igazából így a hétköznapokban. Egy pici néha felsejlik, hogy mi lenne, ha még visszamennék úszni, és akkor még hátra tudnék jobb lenni. De aztán eszembe jut, hogy már az olimpián is megtapasztaltam, hogy sajnos már nem tudok jobb lenni. Tehát, hogy bizonyos életkor felett már nem javul az ember, hanem romlik a teljesítménye. Úgyhogy én már szerintem elértem ezt az életkort, hogy akármennyit edzhetnék, már nem lenne jobb eredményem. Már Spitz is visszatér. Igen, de én úgy érzem, hogy most már olyan hosszú ideig voltam az úszósportban, hogy már 36 elmúltam, innen már azért már fölösleges is lenne visszatérni, meg tényleg egy bizonyos szinten nem hiányzik az a megerőltető munka. Persze az úszás azért hiányzik, majd le is megyek úszni, de a megerőltető munka azért nem is. És azért én élvezem, hogy szabad lehetek. Mikor úsztál utoljára? Hát tavaly nem is tudom, november. Valamikor volt egy ilyen olimpia, 5 próba Tokióba úszó nap, és akkor 500 métert leúsztam, és éreztem, hogy elszoktam már az úszástól. De annak, aki azt mondta, hogy az úszás egy függőség, mivel tudod pótolni azt a típusú adrenalint, ami ezzel kiesik? Szerintem azt már nem lehet úgy pótolni. Tehát a függőség... De nem akarod pótolni, vagy nem lehet? A versenyeket, meg a versenyélményeket azt nem lehet úgy pótolni, de nem is hiányzik annyira. De aki úgy mindig szeretett versenyezni, annak az így hogy tud leszokni a versenyzésről? Megpróbálom másképp. Megpróbálok még ügyesebben porszívózni, vagy bármi ilyesmit. Legyen a sárga. Az az enyém. No, én azt kérdezném tőled, hogy mi az igazság? Körvonalazódik-e már a terved az úszás utáni életeddel kapcsolatban? Tehát az oké, hogy azon gondolkodtam, miközben itt most beszélgettünk, hogy gyerekkorunkban mennyit viccelődtünk ezen, hogy mi szeretnél lenni, ha nagy leszel, nyugdíjas, ugye? Hogy már rögtön az iskola után lehessen nyugdíjba menni, ezen nagyon jókat rötyögtünk annak idején. De azért 36 évesen nem biztos, hogy jó ebbe beleragadni. Igen, ez egy nagyon jó és nagyon nehéz kérdés. Még én sem tudom egyértelműen a válaszra. Egyelőre élvezem azt, hogy nem kell semmit csinálnom, és nem kell azon aggódnom, hogy fogunk élni egyik napról a másikra. Úgyhogy ez mindenképpen jó és jó dolog.
De érzem azt, hogy az sem egy út, hogy egész nap otthon vagyok, tehát hogy kell valami olyan elfoglaltság, amit napi szinten tudok csinálni. De hogy mivel foglalkoznék szívesen, még nem, én magam se tudom, mert eddig úgy voltam vele, hogy amíg az úszás van, az úszodában vagyok, addig nem foglalkozom mással, hogy nem gondolkodtam azon, hogy akkor mit szeretnék az úszás kívüli életemen csinálni. Úgyhogy most próbálom így megtalálni, egyelőre még tényleg nem tudom, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Még azt se döntöttem el, hogy lehet, hogy esetleg be kéne fejeznem az egyetemi tanulmányaimat. Abból mennyi van még? Ugye, hogyha jól tudom, akkor műszaki informatikus menedzser. Műszaki menedzser, igen. Hát van még belőle egy kevéske, szakdolgozatot kellene írni például, de nem tudom, hogy az érdekelne Isten igazából. Feleséged mivel foglalkozik? Fülakupunktúrás addiktológus, tehát ilyen természetgyógyász. És nem mész az idegeire azzal, hogy otthon vagy és porszívózol? Nem, hát ő mondja, hogy ideje lenne porszívózni. Nem, ő most nagyon örül, hogy otthon vagyok, hiszen évekig távol voltam, és tényleg nagyon jó, hogy nekem egyedül már nem kell elmennem otthonról. Tehát bárhova megyünk, azt közösen csináljuk. Ilyen téren nem rossz, hogy együtt otthon lehetünk. Tehát most valójában ti az elmúlt éveket, az elmúlt évek hiányait sokszor, mert hát edzőtábor, versenyek, stb. Persze. Most kiélvezitek ezekben a hónapokban. Megpróbálj kiélvezni is. Igen, és ezért sem nem lehet működőképes például az, hogy elmenjek edzőnek. Mert kicsit úgy látom, meg úgy érzem, hogy egy edző dolga még talán nehezebb is, mint a versenyzői, mert több korosztálya is dolgozhat, több versenyre kell esetleg eljárnia, több edzéseket kell tartani, és hogyha én most beállnék edzőnek, akkor lehet, hogy nehezebb életem lenne, mint úszóként. Félnél edzőnek? Olyan érdekes, gyerekek, mert Kimi Räikkönen mondta azt most, amikor visszavonult az előző évad végén, hogy felajánlották neki, hogy az egyik csapatnál befolyásos menedzseri pozíciót kapjon, és akkor ránézett az emberre, aki felajánlott, hogy hülye vagy, hát semmi nem változna, ugyanannyit kéne utaznom, nem lennék otthon a családdal, tehát ennek semmi értelme. Igen, én is így érzem, és még amikor ez utána abba hagytam fel, mert akkor mondtam, hogy akkor inkább már a medencébe tölteném ezt a ugyanannyi időt, nem a medence partján, úgyhogy... És azon sem gondolkodtál, hogy edzőként esetleg tudnál változtatni olyan dolgokon, amiket te utóbb már versenyzőként kifogásoltál az edzőiddel kapcsolatban? Hát én igazából azt látom, hogy azért vannak olyan edzők, akik egy nagyon új szemléletet próbálnak, és eredményeket érnek el, és jól csinálják, amit csinálnak. Hát a régi begyöpösödött dolgokat meg én azt tanultam meg, hogy ha valaki éveken keresztül nem tudott változtatni, nem látta másképp a világot, az már ezután se fogja. De hogy ez az ambíció nem jelentkezett, hogy esetleg te változtass a jövő generáció nevelési szokásain? Én abban reménykedem, hogy most, hogy egy picit beszéltem arról, hogy annak idején nem feltétlen volt minden szép és jó, hogy egy picit megváltozik a hozzáállás az edzősködéshez, és itt nem csak mondjuk az úszósportra gondolok, hanem bármilyen edzőversenyző tanítványra, kapcsolatra, és szerintem ez egy jó dolog, de én nem akarom teljes egészében belefolyni ebbe. Meg én azt gondolom, hogy a sportközegnek ki kell most már dobni azokat a módszereket és morálokat, amik 20-30 évvel ezelőtt még megszokottak voltak. Tehát, hogy a mai világban szerintem már a közegnek ki kell vetni az olyan embereket, akik ezeket a régi módszereket tartják a követendőnek. Tudod, az jut eszembe most, ahogy hallgatlak, amit egyszer egy autóba ültem 30 évvel ezelőtt Szegő András újságíróval, és azt kérdezte tőlem, csak úgy a válla fölött, hogy te, Laci, láttál-e már boldog olimpiai világbajnokot, aki sikeres élsportoló? Andris, ne hülyesked, hát hogy ne láttam volna? Hát mindenki boldog, amikor ott áll a dobogón, és sikereket ér el. Azt mondja, nem, utána. Hogy az én fejemben azután, a kérdés után mindig az van, és ösztönösen is figyelem, hogy megtanulják az élsportolók, mert sokszor összekeverjük a sportot az élsporttal. Azért ez két külön kávéház. Mindenképpen. Ez két nagyon külön kávéház. Hogy megtapasztalod az életedben az elképesztő sikereket.
a késére menő küzdelmet, a rengeteg adrenalint, Edinka az előző kérdése is ide. És utána én úgy érzem, hogy a való élet a szürkép azok számára, akik ezt megtapasztalták. Mindenképpen persze más meg szürkép, de viszont így meg úgy érzem, hogy sokkal több olyan dolgot próbálhatok ki, amire eddig nem volt lehetőségem. Elmenni kirándulni, hosszú hétvégét tartani, akár elmenni síelni például. Most így megfogalmazódott, hogy most már idézőjelben megsérülhetek is. És mehetek síelni is, mert nincs semmi, ami ezt akadályozna. Tehát, hogy egy csomó olyan dolgot csinálhatok, amit eddig nem. És ez számomra egy újdonságként hat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy azért én nem úgy estem ki az úszósportból, hogy egyszer csak mondjuk egy sérülés miatt így hirtelen kiesek, és akkor na most mit kezdek magammal, hanem azért így most már így éreztem már évek óta, hogy lassan eljön a vége. Most már nem tudsz választani. Igen, marad a piros. Akkor legyen a piros. Mi az igazság, Laci? Milyen árat kell fizetni az úszásban a világ sikerekért? Én azt gondolom, hogy bizonyos lemondással mindenképp jár az él úszósport, meg az élsport is. De megfelelő közegben, megfelelő edzésmunkával, megfelelő edzővel nem kell annyi mindenről lemondani, és nem kell feltenni ezt a kérdést, hogy milyen árat kell fizetni. Ha valaki szereti csinálni, mondjuk az szeret beugrani a medencébe és szeret úszni, akkor hiába nehezek az edzések, hiába érzi úgy nap, mint nap, hogy egyre fáradtabb és egyre kevesebb az energiája, azért meg lehet találni a szépségét ennek. És amikor a versenyen odaáll és ki tudja hozni magába a maximumot, akkor szerintem nem kell azt mondani, hogy ezért megérte, hanem önmagába, hogy de jó érzés és de jó, hogy itt lehetek. Tehát, hogy nem kell egy negatív, mert az, hogy mi az ára a felkészülésnek, meg az élsportnak, az egy kicsit ilyen negatív felhanggal van. Én azt gondolom, hogy lehet az élsportot úgy is űzni és csinálni, hogy ne árat kelljen nézni, hanem az, hogy tényleg szeretem. Csinálom, persze bizonyos dolgokról le kell mondanom, de azok a dolgok nem akkora jelentőséggel bírnak számomra, hogy inkább azt válasszam a sportolás helyett. Na jó, akkor előállok a farbával. Nem oly régen Czene Attila járt nálunk itt, és beszélgettünk az olimpiai bajnokkal egy hosszabbat, és én azt kérdeztem Czene Attilától, hogy mondd, mi történik nálatok az úszodában? Mert egyik oldalról látjuk a fénylő érmeket, a csodálatos sikereket. A másik oldalon pedig hidegrázós történetek kerülnek elő. Igen, sajnos eddig az volt a bevett gyakorlat, hogy a kemény munkát csak kemény szigorral és vasmarokkal lehet elérni, vagy kikényszeríteni a versenyzőkből. Nem tekintették a sportolókat egyenrangú félnek az edzők. Szerintem itt van a legnagyobb hiba, és emiatt szerintem a cél nem szentesíti az eszközt, és nem lehet azt mondani, legalábbis én most utólag visszagondolva, biztos, hogy nem tudom azt mondani, hogy ezért megérte úgy csinálni, hogy átélni azt a rengeteg szenvedést, mert én azt gondolom, hogy anélkül is ugyanezt elértem volna, vagy lehet, hogy bizonyos kritikus szituációkban másképp döntök, másképp teljesítek, más ég be az agyamba pozitív dolog, és másképp reagálok bizonyos versenyhelyzetekre miatt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem lehet azt mondani, hogy ezért megérte átélni azokat a szenvedéseket. Az, hogy edzés nehéz, és ott teljesíteni kell, és tényleg le kell nap, mint nap győzni magunkat, az sima ügy. Tehát, hogy az egyfajta rossz érzés, hogy kimozdulunk ugye a komfortzónánkból. De azon kívül az edzőnek, meg a közegnek támogatólag kell hatnia, és arra kell mindenkit inspirálni, hogy ott legyen edzésen, és az edzésen a legjobb tudását nyújtsa. Ennyi, és senkit nem lehet kényszeríteni szerintem arra, hogy jobb legyen. Az elmúlt néhány hétben, hónapban, fogalmazunk magyarul, az első bombát a medencébe te dobtad be, és utána nem sokkal ugye Szilágyi Liliánnal. Te mikor, hogyan ért? Meglepett téged, amit ő mondott? Én így az ő történetéről nem tudtam, én annyit tudtam, hogy nincs jobba az édesapjával 2016 óta, de hát így a mögöttes történetet én nem ismertem.
Ez sajnos egy picit olyan szinten nem feltétlen biztos, hogy ez az úszó sport hibája, sajnos, hanem ez ugye ez inkább egy ilyen családon belüli probléma, amiben az úszó sport is beletartozik azért. De mi kívülről azért nem láthatjuk ezt, meg szerintem a hétköznapi ember sem lát be a bizonyos családoknak a működésébe, meg az életébe. Mindenképpen nagyon szomorú a történet, és bizonyos dolgokat nekem is más színbe tüntet fel a Liliánáról tett benyomások, a régebbi benyomásokkal kapcsolatban. Ugye ezek a régebbi nyilatkozatok, hát mi is mosolyogtunk rajta, és úgy voltunk vele, hogy hát jó, megint egy kicsit, ő az ilyen kicsit alternatívabb álomvilágban lévő lány, de hát így már más megvilágításba kerültek azok a nyilatkozatok, és persze egy más az egész, de hát mi ezt belülről nem feltétlen tudjuk. Ne látjuk. Amikor említettem, hogy Szene Attilával beszélgettünk itt nem olyan régen, bólintottál, valószínűleg akkor láttad a beszélgetést. Láttam, egyik barátom átküldte, igen. És abból mi szűrődött le nekem? Nem mindennel értek egyet, amit ő mondott. Mindenkinek is joga van a saját véleményéhez, és én ezt így tiszteletben is tartom. Egy dolgot szerintem az elején ott szóba került a Liliana és a műkörme, és ezt szeretném tisztázni, hogy soha nem ujjal érintjük meg így a falat, hanem tenyérrel, tehát hogy így. Mert én nekem egyszer volt egy rövidpályás versenyem, ahol ugye a 25-ös medencében van, és valahogy elnéztem a falat, és pont úgy jött ki a fal, hogy így érintettem meg a fordulónál. De nekem utána ez a középső újcsontom, ez megrepett, és bedagadt, tehát hogy így nem lehet falat megérinteni. Tehát hogy így a műkörömnek szerintem nincs dolga vagy szerepe abban, hogy most ki, hogy hány századdal marad el esetleg az aranyéremtől. A többiben meg én azt gondolom, hogy ez az ő véleménye, és nem kéne vitába szállni. Én azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon fontos lenne az, hogy szembenézzen azzal esetleg, hogy régebben mi történt vele, hogy élte meg. Mert nagyon sok olyan nyilatkozatot hallottam, ahol azt mondták, hogy milyen jó volt, hogy engem vert az edzőm, mert így tudtam az eredményeket elérni, meg így tudtam kihozni magamból az eredményeket, és én azt gondolom, hogy ez nem feltétlen lehet, hogy igaz. Csak nem ismert más, nem tudta, hogy milyen lehet az alternatíva. Ez volt a megszokott, hogy mondjuk az edző keményebben bánik a versenyzővel. Verni a versenyzőt? Hát ez régebben bevált módszer volt. Hát amikor ebben benne voltál, hogy akkor nem jött el soha az a pont, hogy azt mond, hogy na jó, elég volt engem, te ne ütögessél, hagyjál engem békén. Igen. Hogy amikor benne van az ember, akkor ott milyen pszichológiai munka? Igen, nem, azt hozzáteszem, hogy tehát azért már a mi időnkben a verés az nem volt mindennapos jelenség, néha előfordult egy-egy versenyzőnél. Én inkább a lelki dolgokat, a lelki terrort abból is tartam. Lehet igen. Elege lehet, csak amíg benne vagyok, addig azt hiszem, hogy ez a normális. Uh-huh. Hogy mindenhol máshol is ez van, mert ez kell a sikerért, hogy ezzel leszel te jobb, hogy ordibálnak veled. De ez hogy néz ki gyakorlatban? Ordibál veled? Próbál valahogy így az ordibálással egy olyan idegál vagy mentális állapotot elérni, amiben ő úgy gondolja, hogy én ezzel megadom magam, és átadok minden irányítást, és végrehajtok mindenféle és dolgot. És mit ordít? Akkor egy edző. Hát, például a te esetedben a te edző. Hát nekem ami mindig fájó pont volt, hogy nem csinálom, direkt lógok, nem igaz, hogy nem tudom megcsinálni. Tehát nem, hogy miért nem csinálom meg, pedig nem tudom, ezt a tegnap még meg tudtam csinálni, ma miért nem tudom megcsinálni, nem lesz belőlem semmi. A legfájóbb szerintem az volt, hogy rothadt gyümölcs a tálbannak nevezett engem még általános iskola 8. koromban talán. Tehát nekem ez így megmaradt, hogy ez nem volt túl pozitív a személyiségfejlődésemre. És amikor ezüstöt hoztál és nem aranyat, akkor milyen érzés volt ezt ővele? Tehát bizonyos versenyeken azért pozitív volt, de nagyon sokszor volt, hogy nem sikerült jól a verseny, és akkor jött a nagy leszúrás, és az olyan negatív nyomás, amire úgy éreztük, hogy oda sem merünk menni hozzá, mert tudjuk, hogy most vége a világnak, mert
nagy leszúrást kapunk. Ti versenyzők, akár a világszínpadon, akár itthon, ezekről a dolgokról beszélgettek egymással? Hát mi ex-kőbányások, ha egy ilyen versenyen összejöttünk, mondjuk válogatott verseny, és leültünk ebédelni, vacsorázni, akkor előkerültek egy-egy ilyen történetek, és akkor próbáltuk egy kicsit már így elvicceskedni, meg elbagatelizálni, hogy mik voltak, vagy milyen negatív élményeink voltak. De azért mindig összeültünk, és mindig valahogy szóba kerültek ezek a dolgok. Tudod, amikor te előálltál a történeteddel, a pályafutásod befejezése után, akkor tudod, mi jutott eszembe? Amikor néztelek, és hirtelen nem te jutottál eszembe, miközben néztelek, hanem életed nagy ellenlábasa. Ugyanis mindenki elmondta, hogy ha te nem ebben a korban születsz, hanem plusz-mínusz néhány év, és nem Michael Phelps az, akivel te voltál az egyetlen, aki egyáltalán fel tudtad valamilyen szinten venni a versenyt, akkor te nagyon sokszoros olimpiai bajnok vagy. Tehát ugyanabban a korban születtetek. És milyen érdekes, visszavonult Michael Phelps, és ma semmi másról nem beszél, semmi más vele kapcsolatban nincs és nem jelenik meg igazán, mint hogy küzd a lelki egészségéért. Hé, ugyanott a kérdés, mi zajlik a világon az úszodákban? Én azt külön választanám, szerintem Phelpsnél azért másfajta lelki problémák lehetnek, mint mondjuk akár az én esetemben. De lelki problémák vannak? Vannak, persze, tehát nekem is, én is a pszichológussal azért sokat beszéltem erről. Tehát, meg most is, hogy megnyilvánultam, az nem volt véletlen, mert a lelkemből éreztem, hogy nekem ezt most el kell mondanom, és könnyítenem kell a lelkemen ilyen téren. Persze vannak, de például én azt is látom, hogy a mostani edzőm Plagányi Zsoltnál, akik a versenyzők vannak és úsznak, nap mint nap együtt edzettünk, azért ott nem volt olyan negatív behatás, ami szerintem irányomná az ő életük, a későbbi életükre a lenyomatát, mert ott egy teljesen más hangulat van, egy más szemlélet, és egy edzésen nem éreztem azt a negatív feszültséget, amit régebben megvolt. És akkor itt jön az ördög ügyvédje. De azt mondod, hogy ezzel a más modern megközelítéssel is el lehet a csehi Phelpsi eredményeket érni? Én azt mondom, hogy el lehet érni. Azt mondom, hogy mindenképpen el lehet érni. Viszont ebbe tényleg annyi van benne, hogy ha valakinek tényleg nincs kedve sportolni, úszni, akkor azzal hiába ordibál majd az edző, vagy hiába próbálja mondani, hogy figyelj, csináld már meg az edzést. Ha nincs kedve, akkor úgyse fogja. És akkor az edző sem vele ordibál, meg a többiek se ezt látják, hogy valakivel ordibál az edző. Ezt el kell tudni engedni, és így lehet, hogy a kettőből csak egy nagyon jó versenyzőnk lesz, de az egy versenyzőnk szerintem sokkal mentálisabban sokkal egészségesebb lesz. Azzal, hogy megszólaltál, azzal, hogy elmondtad tulajdonképpen a pályafutásodról egy teljesen más aspektusból a véleményedet, megkönnyebbültél? Egy kicsit megkönnyebbültem, igen. Igen, jobb volt, bár utána hallani a volt edzőmnek a gondolatait, és hogy mit gondol az egész történésről, azért az engem feltüzelt, és negatívan érintett, de aztán rájöttem, hogy mit várok, hiszen annak idején se sikerült gondolkodásba változtatni rajta, tehát nem most fogja azt mondani, hogy gyerekek, sajnálom, nem ez volt a szándékom, nem ez volt a célom, hanem ugye ő meg van győződve az igazáról, és ebben már én se szólhatok bele, meg nem tudom, meg nem is akarom megváltoztatni. Elfogadtam, hogy ez van, én elmondtam, amit úgy éreztem, hogy el kell mondanom, ennyi. Hány évet dolgoztatok együtt? Hát Turi Györgyel egy olyan 15-16 évet körülbelül. Ez a közös 15-16 évetek volt, ez nem kérdés. Azért valójában, ha magunk közt vagyunk, 15-16 világsikerekkel teli év, ami a ti közös 15-16 évetek. Nem érezted úgy, vagy nem érzed úgy, hogy ez olyan, mint egy válás?
Én már amikor, tehát a kapcsolatunk soha nem volt zökkenőmentes. Tehát mindig voltak problémák, surlódások, veszekedések. Tehát ez nem egy olyan, hogy a végére fáradt el a dolog, hanem ez már menet közben is azért fél lábon állt. De annak idején én úgy láttam, meg úgy éreztem, hogy máshol, nincs hova mennem, nem tudnék máshova elmenni, mert máshol is ugyanez van, vagy legalábbis ezt gondoltam. Úgyhogy persze olyan, mint egy válás, de én azt gondolom, hogy azért az egy kicsit más, és a mi kapcsolatunk soha nem volt igazán zökkenőmentes. Nagyon sok én azt olvasom, hogy nagyon haragszol rá, hogy ez már a csillapodott már benned? Most már próbálom elengedni tényleg a dolgokat, mert én is megfogalmaztam, hogy mit várok most már, hogy elindult ez az egész, és hogy mi lesz ennek a vége, és akkor rájöttem, hogy igazából semmit, hanem esetleg csak egy tanítás a fiatalabb nemzedéknek, hogy próbáljanak kicsit másképp figyelni a körülöttük lévő világra. Nem várok már semmit, mert azt is megértettem, hogy a volt edzőmmel nem tudok változtatni gondolkodásmódba, úgyhogy nincs nekem itt miért magamat itt stumfolni, hogy na, akkor még csináljunk valamit, vagy érünk el valamit. De ma is, tehát nem bántad meg, hogy kiálltál és elmondtad a történetet? Nem bántam meg, mert azt gondolom, hogy őszintének kell lennünk, és lehet, hogy ebben nem voltam jó az évek alatt, hogy nem voltam őszinte ilyen téren. Tehát, hogy a legelejétől fogva ezt lehet, hogy hangosabban kellett volna a nagyobb közönségnek kimondani, nem csak úgy az uszodán belül. Hát de a gyerek honnan tudja, hogy mit kell tenni? Persze, azért csak így visszatekintve talán. Meg amit mondtál, az teljesen érthető. Tehát, hogy amikor az ember benne van, és azt hiszi, hogy ez így természetes, akkor nem fog elkezdeni kiabálni. Én ott az uszodában kiabáltam, csak nyilvánosabban nem. Az uszodában kiabált. Így van. De akkor az uszodában ez így elfogadott? Tehát, hogy akkor ő ott kiabálhat, hogy neki ez rossz? Tehát ott kiabálsz, hogy neked ez rossz, és senki nem mondja azt, hogy ez nem jó, gyerekek, csináljunk valamit? Nem nagyon történt semmi. Én többször jeleztem, hogy nem biztos, hogy jó az, amit úgy csinálunk, meg ahogy csináljuk. De akkor most hogy vigye egy szülő jó szívvel a gyerekét az úszodába? Úgyhogy kicserélődött az edző garnitúra nagy része. És a fiatal, hát a nagy része? A 95%-a. Tehát, hogy így a mostani világban már más a gondolkodás és más a mentalitás. Viszont, hogyha bárki bármit tapasztal, azt szeretném elmondani, hogy a Magyar Úszószövetséghez forduljon ez ügyben, mert nekik van külön bizottságuk az ilyen nem megfelelő módszerekre, és ők ezt ki tudják vizsgálni, és remélhetőleg tudnak is tenni ellene. Tehát, hogy senki ne hagyja csak azért abba az úszást, mert nem jön ki az edzőjével. Szerintem ez fontos. Na nézzük, na, a te igazságodat. Te érdekes, erre nem számítottam. Mennyire hasznos a közösségi médiában való megjelenés? Kérdezed magadtól? Én kérdezem mindenkitől igazából, mert én ezen gondolkodtam, hogy ugye van nekem is Facebookom, meg Instagramom, ahol így valamilyen szinten megjelenek. De ez eddig az úszáshoz, meg a szponzorokhoz, meg minden ilyesmihez volt köthető. De belülről nekem nem jött az soha, hogy most minden egyes pillanatomat meg kéne osztanom a nagy közönséggel. És most, hogy már nem úszom, így egyre kevesebb az olyan pillanat, amire azt mondhatnám, hogy szerintem egy porszívózós poszt, az sikeres lenne. Azért próbált. Biztos, de hogy nem érzem azt, hogy nekem minden áron meg kéne osztanom. Esküszöm, imádnám a porszívózóst. Tehát a porszívózós, az nagyon jó. Lenne le. A kérdésed, hogy mennyire hasznos, szerintem őrült hasznos, sőt, szerintem a 36 éves Cselászló az nem is teheti meg, hogyha morális oldalról nézem, hogy ne ossza meg a gondolatait, akár az edzőkkel kapcsolatban, és az egy picit mindegy, hogy ezzel egyetérte valaki vagy sem. Igen, én ezt értem, csak viszont én annyiba ebbe vitába szállnék, hogy attól, hogy nagy eredményeket értem el, vagy bizonyos eredményeket elértem, az nem jelenti feltétlenül azt, hogy amit én gondolok, vagy mondok, az tényleg követendő dolog, vagy meghallgatandó dolog. Tehát én ilyen téren úgy érzem, hogy attól, hogy valaki jól
jó sportoló volt, attól nem biztos, hogy magvas gondolatokat tud mondani. Hát az elmúlt óra rácáfolt idáig. Igen, igen, én szívesen hallgatlak, és szerintem a 11 éves gyerekemnek is kedvet csinálna. Ez a fajta alázatból fakadó bizonytalanság tesz azzá, hogy legalább érdemes odafigyelni rá. Értem. Csak tehát, hogy a kérdés arra is vonatkozott, hogy érdemes-e bizonyos élet dolgaimat megosztani a nagy közönséggel. Tehát, hogy gondolok itt ugye, amit most porszívóztam egyet. De figyelj, Laci, tehát, hogy téged, most nem vagyok reprezentatív, meg nem vagyok kutató, de téged szeretnek az emberek. Szerettek mindig is. Akkor is, amikor ezüstöt hoztál. Hát, persze, az emberek szeretetét mindig szerettek. Persze. Tehát akkor most miért ne szeretnének? Nem, én nem a szeretet miatt, csak hogy van-e, tehát hogy fontos ez, vagy jó ez, vagy kell ez. Fontos. Hadd mondjak neked valamit, itt az ezüstök kerültek szóba. Cseh László előtt szerintem az olimpiai ezüstérem egy hatalmas dolog. Annak volt egy fajta csillogása. Szerintem Cseh László másképp fényezte meg az ezüstöt. Én azt gondolom, hogy az ezüst, a három ezüstöm után egy picit változott a gondolkodás, főleg azért is, mert a Peking olimpián nagyon sokáig nem volt ugye aranyérmünk, és ott az emberek úgy elkezdték egy picit talán jobban elfogadni, hogy az ezüstérem is azért nagyon sokat kellett azért is küzdeni, majd dolgozni. Ugyanannyit. Sőt, ugyanannyit. De mondok egy kicsit még nagyobbat, hogy aki mondjuk 8. lett a döntőbe. Lehet, hogy az még többet edzett, mint én például, és ő csak 8. lett. Lehet csak. Idézőjelben. Top 8-ba adott pillanatban nem, a világ. Nem, tehát igen, most a saját csapdámba estem, és rosszul fogalmaztam, hogy nem csak 8, hanem hogy 8. lett, és mégis nagyon sokan már úgy érzik, hogy idézőjelben csak 8. lett. Úgyhogy akár, tehát aki már egy olimpiára kijut, az már gyakorlatilag ugyanannyit kell mindenkinek edzeni, aki olimpiára kijutott, csak valaki egy picit tehetségesebb, valakinek jobban jön ki a lépés, nagyon, nagyon kicsi választja el, és hát ilyen téren tényleg meg kell becsülni minden eredményt. Én egyetlen egyel engedjétek meg, hogy lezárjam ezt a beszélgetést. Egyrészt most volt életemben először szerencsém találkozni veled. Nagyon, nagyon jó élmény. Én egy dologgal tudom zárni a beszélgetésünket. Most, ahogy itt fölállunk, én bekövetlek téged az Instagramon. És egy fotót is csinálunk. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm. Örök, hogy itt lehet. Köszönjük, hogy itt voltál. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.